Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Végre egy leülős videóval érkeztem nektek, és nem mást hoztam ma, mint egy reakció videót. Megint egy lovas videóra, viszont ez nem olyan régi, mint az előző, és erre egy ilyen kicsit jobb szívvel emlékszem vissza. Nyilván ezt mindjárt látni fogjátok, sőt a címből is láttátok már, hogy az EB-s pályámra, az EB-s legjobb pályámra fogok reagálni. És csak hogy tisztázzuk a dolgokat, ez az egyik kedvenc pályám szerintem, amit Enjoy-jal közösen hajtottunk végre. És ha egészen őszinte akarok lenni, akkor szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy erre a pályára kifejezetten büszke vagyok. Pár háttérinformáció, ez az EB 2 éve volt Franciaországba, Fontainebleau-be. Fiatal lovas csapattal jutottam ki Európa-bajnokságra. Nekem ez volt a második Európa-bajnokságom, és egyben egyébként az utolsó is, tekintve, hogy 2 évvel ezelőtt voltam 21 éves, ami ugye a fiatal lovas korhatárnak a vége. Páran mondtátok, hogy szeretnétek egy kicsit több információt, hogy mi mit jelent, úgyhogy megpróbálom kicsit informatívabbra tervezni ezt a videót, de mégse túltolni a magyarázást. Úgyhogy annyit gyorsan a fiatal lovas korosztályról, tekintve, hogy ez érint minket, 18-tól 21 éves korig van, 21 éves kortól 25 éves korig van még egy U25, ami egyértelműen under 25, tehát 25 év alatti. Úgyhogy jelenleg ebbe a kategóriába még beleesnék, viszont nekik nem rendeznek külön Európa-bajnokságot, és nem tudom, OB-kat. Évente ott egy nagy verseny van, ahol az U25-ösök tudnak korosztályukban versenyezni, de egyébként ez már felnőtt kategóriának számít. És visszatérve a témára, 21 éves voltam, amikor ez a videó készült. Ez, ha jól tudom, akkor a versenynek a második, azt hiszem, hogy a második napján készült, és ez a csapatversenyünknek az első pályája. Európa-bajnokságon, húha, szóval, hogy magyarázzam el, hogy jó legyen. Ha szeretnétek, azok, akik nem lovasok és nincsenek benne ebbe a témába, hogyha szeretnétek egy ilyen elmagyarázós videót, akkor nagyon szívesen csinálok, mert imádok erről beszélni, de most nem fogok túlságosan belemenni. Európa-bajnokságon az első nap vadász elbírálás van, utána következik a csapatverseny, ahol 4-en vagytok egy csapatba, jó esetben, hogyha nincs ki az egész csapat, akkor csak 3-an. És ez úgy néz ki, hogy minden lovas megy egyénileg egy pályát, viszont összeadódik minden eredmény, és együtt lesztek értékelve csapat szinten. Néhány helyen van, hogy külön szedik a csapatverseny első és második fordulóját 2 különböző napra, de tegyük fel, hogy most egy napon történik, és akkor a harmadik nap vannak a döntők. Szóval, csapatverseny első fordulóját fogjuk megnézni. Nem spoilerezek, hogy hogy sikerült, hogyha valaki nem látta volna, bár mondjuk, ha jól tudom, akkor ez csak a Facebookomon volt fent egészen idáig, de nagyon örülök, hogy kirakhatom. Nem volt a legjobb pálya, szerintem a Fontainebleau-i pálya. Az előző évi Európa-bajnoksághoz képest alacsonyabbak voltak az ugrások. Normál esetben a fiatal lovas korosztály 140-150 centi között versenyez. Az az igazság, hogy elvileg minden napra megvan, hogy pontosan milyen magasságon vannak az ugrások, de pályán belül is van olyan ugrás, ami csak 140 centi, van, ami 150. A Fontainebleau-i év előtt Somorján, ott bőven magasabbak voltak az ugrások. Nyilván én az utolsó nap nem mentem, de az utolsó nap előtti estén bementünk a pályára, és ahogy lemértük az ugrásokat, bizony volt olyan, ami sokkal-sokkal magasabb volt, mint 150 centi. Ez a sokkal magasabb, mondjuk egy 155-157, ami elég indokolatlan egy fiatal lovas EB-re, de ezt most inkább hagyjuk. Úgyhogy ebben az évben Franciaországban közelében nem voltunk ennek. Szerintem esetleg a csapat második fordulóban és a döntőben voltak olyan ugrások, amik ténylegesen 150 centisek voltak. Viszont a pálya az egy nagyon érdekes dolog volt. Ezt nem biztos, hogy látni fogjátok majd a felvételen teljesen, de bevágok ide nektek egy képet, hogy fentről hogy néz ki a pálya. Látjátok, hogy egy nagyon fura trapéz alakja van egyébként is a pályának, és ezen kívül, ami nyilván innen nem látszik, de a pálya szélénél felül az a rész magasabban volt, és ahogy itt a közepe alja fele jöttünk el, ott volt egy ilyen kis mélyebb rész, és ez azért elég sok vonal lovaglását megnehezítette, úgyhogy ez az év inkább egy technikai nehézségű év volt, nem magasságbeli nehézségek voltak. De szerintem ennyi bőven elég felvezetésnek,
minden információt tudtok, amire szükségetek volt, úgyhogy nézzük is meg a pályát. Elég gyorsan el is kezdtem a pályát, az az igazság, úristen, már most megállítom. Ilyen magasságon pályát lovagolni egy elég magas iramot igényel, és nagyon-nagyon jó állapotban volt Enjoy, és szerintem itt voltunk a legjobban összeszokva az egész pályafutásunk alatt, és nagyon jól ugrott. Iszonyatosan. Oké. Itt látjátok egyébként, hogy már a kombináció van rajta. Úristen, ez az ugrás, ez egy nagyon-nagyon nehéz ugrás, ezt nagyon-nagyon sokan verték, de írtó ügyes volt. Láttátok, hogy megállítom. Minden ugrás után az volt a fejemben, hogy előre, előre, előre. Úgyhogy valószínűleg minden ugrás után látszik is az, hogy ahogy leértem, rögtön elindulok előre, és nagyon szerettem volna hibátlan pályát menni, és azt hiszem, hogy mindent meg is tettem érte. Triple bar, meredek, vagy valami ilyesmi kettes ugrás jön. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, egy vonal, triple bar, ox, aha. Igen, erre nem emlékeztem, de úristen, mennyire ügyes! Milyen világos volt, meg volt nyírva. Fantasztikus ez a ló. Itt jön a víz. Annyira ügyes. És igen, a víz után egy picit hozzáért, de nagyon jól ugrott. Pedig Enjoy nem egy füves ló, nem a legjobb füvön, de ennek ellenére bomba. Ez volt az utolsó ugrás, és emlékszem rá, hogy ahogy mentem az utolsó ugrásra, és tudtam, hogy egy fám van, és egy fával be tudom fejezni a pályát, azt hiszem, hogy nem kaptam időt se, tehát 4 hibaponttal be tudtam fejezni a pályát, annyira örültem neki. Az az igazság, hogy ilyenkor, amikor versenyen vagy, akkor az egy dolog, hogy téged néznek az emberek, és azt nézik, hogy mit csinálsz, viszont alattad van a ló, és én azzal tisztában voltam ott is, hogy a ló meg tudja csinálni, úgyhogy ha 100%-ban tudok neki segíteni, és nem akadályozom igazából semmibe, akkor tudunk egy hibátlan pályát menni. A víz után egy kicsit segíthettem volna neki jobban, és akkor lehet, hogy nem ütjük le, de nyilván ezt már soha nem tudjuk meg. Viszont ennek ellenére úgy érzem, hogy nem égettem be, talán mondhatom így, meg tudtam mutatni ő is, hogy mit tud. Szerintem itt egész jól lovagoltam én is, úgyhogy viszonylag én is megmutattam, hogy képes vagyok rá, és nagyon jó érzés visszanézni erre a pályára. Nem tudom, hogy bárkit érdekel-e, de ki fogom tenni egész képernyőre, miután befejeztem a kis mondandómat, hogyha valaki szeretné, akkor meg tudjátok nézni egészben is. Hello, hello mindenki, nagyon gyors helyzetjelentés. Szerettem volna bevágni ide a videó végére, teljes képernyőre a pályát, de sajnos nem tudom, mert hiába vásároltam meg 2 éve, a Feji úgy gondolja, hogy ez még mindig az ő tulajdona, és nem engedi nekem használni teljes képernyőn a felvételt, úgyhogy az Instagramon meg tudjátok nézni, sztoriba ki lesz rakva egészbe, és megosztom azt a posztot is, ahova kiraktam, de sajnos egész képernyőre nem tudom bevágni. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, nekem ez a kedvenc pályám Enjoy-jal az egész pályafutásunk alatt, amit eddig együtt műveltünk, és remélem, hogy nagyon sok ilyen pályát fogok még vele tudni lovagolni. Készülök még nektek hasonló videókkal, ezzel egy kicsit megcsúsztam, de ettől függetlenül fogom hozni nektek a többit is. Még van 2, amire nagyon szeretnék reagálni. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, várom a véleményeket komment részlegben, és hogyha tetszett, akkor természetesen dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instagramben mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!